Fiam, fogadd meg szavamat, jegyezd meg jól parancsaimat. Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, szívvel lélekkel törekszel a megértésre. Ha Istenhez kiáltasz a helyes ítéletért, hozzá könyörögsz értelemért. Ha keresed a bölcsességet, mint az ezüstöt, kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor majd igazán megérted, hogy az örökkévalót tisztelni és félni mit jelent. Akkor igazán megismered Istent, mert az örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás. Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él. Megőrzi az igazak ösvényeit, szemmel tartja és megúvja hűségeseinek lépéseit. Ha ő ráhallgatsz, megérted, mi a helyes és igazságos. Ha őt követed, megtalálsz minden jó utat, mert bölcsesség költözik szívedbe, az ismeret örömmel tölti meg lelkedet. Okos előrelátás őrködik feletted, értelem védelmez téged. Megőriz a gonoszoktól, akik gonoszul beszélnek, akik a becsület útjáról letértek, hogy sötét utakon járjanak, akik örülnek, ha rosszat tehetnek, élvezik, ami gonosz és megromlott, akik görbe utakon járnak, lopnak, csalnak és hazudnak. Bölcsesség ment meg az idegen asszonytól. Más feleségétől, aki hízelgő szavakkal csábít, aki férjéhez, ifjúsága társához, hűtlen, s aki megtöri Istene szövetségét. Ha ilyen asszony házába lész, a halálba vezető útra térsz, mert ösvényei a sírba vezetnek. Akik hozzá bemennek, egy sem tér vissza, az élet útját többé nem találják. Bölcsesség vezet a jó úton, hogy le ne térj az igazak ösvényéről. Mert csak az igazak maradnak meg a földön, csak az ártatlanok laknak rajta. A gonoszokat mind kivágják, a hűtleneket gyökerestül kiirtják róla.